Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a bevezetés a programozásba tárgyat. Ugyanis van egy kis elmaradásunk a hibák, illetve a hibakezelés fejezet kapcsán. Elég sok mindent átbeszéltünk a szombati alkalomkor, viszont kifutottunk az időből, így nem maradt idő a logikai hibákról beszélgetni egy kicsit. Nem egy hosszú rész, szerintem egy olyan 20-30 perc alatt simán átbeszéljük, de mindenképp fontos, és mindenképp egy elég jó kis példát fogunk nézni, szerintem, ami korábban is laborokon is már fölmerült kérdésként, úgyhogy két helyet ütünk egy csapásra, meg fogjuk nézni ezt is. Vágjunk is bele, és akkor nézzük is meg, hogy mi lenne a mai példa. Viszonylag egyszerű példát találtam, illetve egy viszonylag egyszerű dologra akarok rávilágítani, így a logikai hibák kapcsán. Mégpedig az, hogy tehát az lenne a feladat, hogy hőmérsékleti értékeket fogunk beolvasni, és ezeknek nézzük meg a minimumát, illetve a maximumát. Erre néztünk már példát, illetve van pontosabban a drillek között egy ilyen feladat, aminél ilyen min-maxos dolgot kell csinálni, és ott föl is jött kérdésként az egyik laboron. De ne szaladjunk előre, nézzünk is rá, hogy mire gondolok. És akkor menet közben meg fogunk nézni két ilyen extra dolgot is, ami nem szorosan kapcsolódik a programozáshoz, de jó, hogyha tudtok róla. Jó. Na, úgyhogy a szokott módon indul a dolog. Először is elmentem, mert az egy fontos része a dolognak. Hát legyen most ez a logic error. Ismételten csak beinkludoljuk a szokásos headert. És akkor ide fogjuk elkezdeni írni a mi kis programunkat. De hát ezt már megszokhattátok, hogy ez a boilerplate az itt van. Szóval hőmérsékleti értékeket fogunk beolvasni, tehát igazából kicsit hasonló, mint amit korábban is csináltunk. Vektorba olvasunk be, az autocomplete valamennyit segít. Tehát ilyen hőmérsékleti értékek. És ugyanúgy, ahogy korábban is tettük, de hogy is tettük, így van. Tehát olvasunk be szépen hőmérsékleti értékeket, amíg ugye számot olvasunk be, és ezeket tároljuk ebbe a vektorba. Tehát szépen pakolásszuk be. Jó. Hát csak egy ilyen kis ellenőrzésként, úgyis fogunk majd itt hackelni egy kicsit. Nézzük már meg azt, hogy jól olvassuk-e be, tehát csináljunk csak annyit, hogy kiírjuk. Egyelőre legyen ennyi elég. Ugye beszéltünk arról, vagy hát jövő héten fogunk, pontosabban most szombaton fogunk arról beszélni, hogy a jó programok növekednek, kezdjük el kicsibe, és ezt fogjuk majd bővíteni. Reméljük, hogy itt még az én nem lesz hibánk. Jó, hogy mondtam. Elírtam? STB. Igen, elírtam. Jó, hát ez megint csak egy klasszikus dolog. Oké, most már jó. Na és akkor futtassuk is, és akkor ide írunk be, hát most legyen ilyen szó közzel elválasztva. Nyomjunk egy Q-t, és ezt is szépen ki is írja nekünk. Hát nem szépen, de most már szép lesz. De azért próbáljuk ki megint. Jó. Most már jó, most már jó. Írjuk ki a min-maxot. Hát ennek vegyünk föl két változót. És ahogy megbeszéltük, inicializáljuk is. Hát meg esetleg számoljunk átlagot. Nem mintha annak sok értelme lenne. És akkor az átlag számoláshoz kell majd egy ilyen szumma. Ugye? Na és akkor itt ebbe a for each ciklusba, range for ciklusba nézegessük meg, hogy ugye ez a min max ez jó-e, működik-e.
meg hát itt kellene akkor ezt elvégezni, ezt a vizsgálatot. Úgyhogy így szépen beolvassuk, itt van a vektorunkba, mondjuk ez éppen még vektor nem kéne, de mondjuk a szummához már, hát mondjuk ahhoz se kéne, de mindegy, legyen vektorunk. És akkor itt vizsgáljuk azt, hogy az a szám, amit beolvastunk, az nagyobb-e, mint az eddigi legnagyobb, és ha igen, akkor adjuk ezt értékül neki. Jól mondom. Tehát, hogyha a temp nagyobb, igen, így van. Egyébként meg, hogyha a hőmérséklet kisebb, mint a minimum, akkor meg ugye a min legyen a temp. Tehát állítsuk be arra a hőmérsékletre. Hát ez így alapvetően szerintem első nekifutásna jó is. És még az átlag számításhoz csináljunk egy ilyen kis összegzést, tehát mindig az aktuálisat adja hozzá a szummához. Jó. Hát ez ide most nem kell, ez eddig jól működött. Jó, és akkor most írjuk ki a maxot meg a mint. Mégpedig így, hogy high temperature, ezután tegyük a maxot, és hát ennyi, és ugyanígy írjuk ki a minimumot is. Így van, és írjuk ki a átlagot. Azt meg egész egyszerűen a sumot elosztjuk a temps méretével. Ugye a vektornak a méretével, tehát az, hogy hány elem van benne. És hát már ezért is érdemes akkor vektort használni, hogy legalább ez megvan nekünk, ez az adat. Jó. Hát remélem nem rontottam el, de nézzük meg. Eddig jó. Na és akkor most írjunk be értékeket. Oké. Na mit látunk? Ugye, hát a high temperature az jó, low temperature, itt valami nem oké. Hát az average temperature az valószínű jó, de azt majd kiszámoljuk. Na mi a probléma? Ugye mondtam, hogy inicializáljuk a változókat. Ugye ezt itt meg is tettük, és hát nullára inicializáltuk. Ami jelen esetben nem biztos, hogy olyan szerencsés, ugye? Nyilván itt hőmérsékleti értékeket olvasunk be, tehát látjuk azt, hogy itt a magas hőmérsékletek, hát most ez nagynak számít, hogy kicsinek az, azt mindenki döntse el. De ugye itt nem nullának kéne lenni, hanem 12,3-nak. Jó, és ez már egy logikai hiba itt a programunkban, hiszen ugye ez a feltétel itt soha nem fog teljesülni, hogyha, tehát ez soha nem lesz igaz, hogyha itt pozitív értékeket írunk be. Ugye? És próbáljuk meg, hogyha beírunk egy negatív értéket, akkor mi történik? Akkor már jónak tűnik. Így akkor már jónak tűnik. Ami még rosszabb. Még rosszabb. Mert ugye itt alapvetően, hogyha ilyen értékeket adunk be, akkor föl se tűnik, hogy egyébként a programunkban hiba van. Na most a könyvbe szerepel két adatsor, ezt most itt fölvillantom nektek. A szerző egy texasi városnak a hőmérséklet adatait hozza példának, és ott, hát, kikopipésztem ide nektek egyelőre. Látjuk, hogy ilyen értékek vannak, ilyen mínusz 10, ez Fahrenheit. Jó, tehát itt vannak ilyen negatív számok, pozitív számok, vannak mindenféle számok. És hát ez itt alapvetően jónak is tűnik, tehát itt
ez valószínűleg működni fog, megadja a maxot, mind rendben vagyunk. Jó. Tehát ez egy texasi városnak a februári hőmérséklet értékei. Oké. Most nézzük meg ezzel szembe a júliusiakat. Ezt is csak ide becopy-paste-elem. Itt látjuk, hogy már, hát azért ez Texas, tehát itt azért vannak már értékek, ez bőven ilyen 30 fok fölötti értékek. Ez annyira nem vészes még. Jó, tehát ez Texasba teljesen megszokott. És itt jön a probléma. Ugye? Mert látjuk azt, hogy hát ha Texasban júliusban 0 fok lenne a legalacsonyabb hőmérséklet, Fahrenheitbe, Celsiusba, tök mindegy, az elég nagy baj lenne. Jó. Tehát látjuk, hogy a programunk nem igazán működik jól. Na most, mi lehet a megoldás? Így van, Niro Luma írja, viszont, hát hogy mondjam, ugye ez, ha nem deklarálod, szerintem te arra gondolsz, hogy mi van, ha nem inicializálom. Hát itt akkor az a baj, hogy ha nem inicializálom, az még rosszabb, mert így akkor meg ki tudja, hogy milyen értéket vesz föl, ide valami random érték kerül be, az nem jó. Vagy esetleg a jobb fordítók így nullára inicializálják ugyanígy, mintha így csinálnák. Viszont a második kérdésed már rendben van, mi van, ha egy nagyon magas értéket adok meg? Szuper. Mit jelent az, hogy nagyon magas érték? Ugye alapvetően itt hőmérsékleti értékekről van szó, tehát földön mért hőmérséklet, ráadásul ilyen természetes körülmények között, nem is ilyen gyárba vagy ilyesmi. Nyilván ide beírok ilyen ezret, az úgy azért jónak tűnik, tehát valószínű az rendben lesz. Viszont ha már beírom a minhez, akkor írjunk be valamit a maxhoz is. Csak mert biztos, ami biztos. Nyilván inicializáljuk ezt is. Én el tudok képzelni olyan helyet a világon, ahol van olyan hónap, hogy nem megy 0 fok fölé a hőmérséklet. Miért ne lehetne? Sőt, biztos, nem, szerintem nem is kell olyan nagyon messzire menni innen. Simán lehet ilyen. Úgyhogy ezt is inicializáljuk valami ilyesmi értékre. Jó, oké is. Na és akkor nézzük meg, hogy változott-e valamit a programunk. Fordítsuk le újra. Futtassuk. Jó. Na és akkor megint itt nyomok egy copy-paste-et, majd mindjárt mutatok egy elegánsabb megoldást is erre. Oké. Na most itt akkor a pozitív értékek úgy tűnik rendben van, negatív érték is rendben van, meg hát feltételezzük, hogy az átlag is rendben van. Szerintem azt most nem olyan nem kell különösebben itt taglalni. Nézzük meg a másik adatsorra is, júliusra. Na, és akkor már így is, itt is úgy tűnik, hogy rendben van a dolog. Jó? Tehát látjuk itt a high temperature-t is beállítja erre a 112-re, meg a load 70-re. Hát az valószínű ez. Így van. Meg kiszámolja az átlagot is. Jó. Tehát ez csak egy kis egyszerű példa arra, hogy milyen logikai hibát tudunk véteni. Már azzal, hogy inicializáljuk a változót, vagy nem inicializáljuk, vagy rosszul inicializáljuk. És ez okozhat gondot. Ezeknek a típusoknak van egy intervallum, hogy milyen értéket vehet föl. Ugye beszéltünk erről, hogy ugye van a double-nek egy intervallum, hogy mekkora lehet, az integernek, karakternek és tulajdonképpen minden típusnak van egy szám, egy minimum, illetve egy maximum, amilyen intervallumba értékeket vehet föl. Nyilván ez azért van, mert a memóriában lefoglal valamekkora területet, mondjuk egy integer 32 bitet, és azon a 32 biten kell nekünk számokat reprezentálni. Hát nyilván végtelenül nagy számok oda azért nem fognak beférni. Ugye ezt beszéltük is, hogy mikor a narrowing cast-ot néztük, tehát amikor integerből akartunk karaktert csinálni, pontosabban integer értéket akartunk karakter típusú objektumba másolni, hogy nem fog menni, tehát akármekkora értéket nem lehet. Na most nyilván alapvetően ezeket azért tudjuk, tehát adott rendszeren ezek tudhatóak, hogy mekkorák, és ezeket le tudjuk kérdezni, tehát van egy olyan eszközünk, amivel ezt meg tudjuk nézni. Na most, még mielőtt megmutatnám, van egy ilyen úgynevezett CPP referenc manuálunk, amiben nagyon sok mindent
meg tudunk nézni, nagyon sok dokumentáció itt van. Szóval most fölvillantom csak ide nektek, hogy ezt azért elég előszeretettel szoktuk használni. Itt a C++-ról nagyon sok információ elérhető, nagyon sok információ megtalálható, mit hogy kell használni. Tulajdonképpen a Standard Library-nek egyfajta ilyen dokumentációja, hogyha úgy tetszik. Hát látjátok itt a felsorolásban, hogy azért nagyon sok minden itt van. Nyelvi eszközök, library-k, függvénykönyvtárak, nagyon-nagyon sok minden. Jó? És ezeket itt lehet megtalálni, úgymond. Itt lehet megtalálni a leírásokat. Hát most itt rákattintok ide a kivételekre, és akkor így le van írva a kivételkezelés. Hát nagyon fontos, hogy azért nem konyha nyelven. Jó? Tehát ez már azért nem a tankönyvi szint, amit nézegettünk. Mármint amit most nézegetünk. Hát ezeket programozás közben használjuk, tényleg nagyon sok eszköz megtalálható. Ugye a programozónak egy ilyen tényleg alap dolog az, hogy ezeket a library-ket tudja olvasni, tudja értelmezni. Fogunk majd arról beszélni, hogy mik azok a részek, amiket tudni kell értelmezni, meg mi az, amit ebből hasznosítunk. De ezeket a dokumentációkat programozás közben nyilvánvalóan rendszeresen használjuk. Jó? Tehát nyilván ezt mondani se kell. De erre talán majd kicsit később részletesebben kitérünk. Jó. Ami nekünk innen érdekes, az a úgynevezett numeric limits kis header, vagy kis függvénykönyvtár, ami azt mondja nekünk, hogy tehát azt teszi lehetővé, hogy le tudjunk kérdezni ilyen limiteket, ahogy mondtam is, hogy adott típusnak mi a felső, illetve mi az alsó határ, amit még tárolni tud az a numerikus típus. És akkor látjátok, hogy milyen típusokra működik. Most ezeken feltétlenül nem akarnék mindegyiken végigmenni. Meg az, hogy itt, hogy template class, meg ilyesmi mit jelent. Mindjárt megmutatom egy példában, hogy hogyan kell használni, és az egy sokkal egyszerűbb megközelítés lesz. Jó? Hát ahogy mondtam, a CPP reference manuál az nem egy jókai regény. Ezt azért tudni kell értelmezni, és sokan közületek még azért nincsenek, nem érkeztek el erre a pontra. Jó. Dokumentáció tényleg így épül fel, itt megvan, hogy melyik headerbe van ez definiálva, ez az egész dolog. Van egy kis leírás, hogy mire is jó meg hogy mit tesz lehetővé, és itt vannak ilyen definíciók, még egy kis leírás. Vannak ilyen tagok, meg tagfüggvények, ezeken most tényleg nem akarok végigmenni, majd lesz két fontos dolog. Pár ilyen makró, és tényleg a legfontosabb, hogy van példa. Jó? És ez a példa, ez nagyon fontos, és nagyon jó nekünk, ugyanis itt a copy-paste simán befigyelhet, sőt, igazából még itt le is írja nekünk, hogy mi a kimenet. Jó? Tehát ezeket simán itt programba ki tudjuk próbálni, meg tudjuk nézni. Sőt, hát itt szerintem le is tudjuk fottatni, de nyomjunk már erre egy copy-paste-et, csak próbáljuk ki, hogy tényleg működik-e. Jó, hát itt elmentem, hát legyen ez a limits CPP. Jó, hát mit várunk, hogy itt kiírja a bool-nak az értékét, az előjel nélküli karaktertípusnak, az integernek, van ilyen lebegőpontos, meg double szám. Jó, hát ezeknek fogja kiírni tulajdonképpen az értékeit. Jó, hogy ezek milyen értéket vehetnek föl, de próbáljuk is ki gyorsan. Oké, és jó, és futtassuk le. Jó, és egy ilyen kis szép táblázatba rendezvét kiírja nekünk, hogy ezek a típusok milyen értékeket vehetnek föl. Hát itt látjuk a típust, ugye ez a bool, előjel nélküli karakter, integer, levegőpontos double, és itt van a lowest, a min, meg a max. Na most mi a különbség a lowest, meg a min között? Hát nagyon egyszerű, ugye itt lebegőpontos meg double számoknál ez lehet érdekes, tehát inteknél a lowest meg a min az várhatóan ugyanaz, sőt szerintem az minden rendszeren ugyanaz lesz, viszont tört számoknál nem.
mert ott ugye azt jelenti, a minimum azt jelenti, hogy a legkisebb pozitív szám, amit még tudunk ott reprezentálni. Hát látjátok, hogy ez egy baromi pici szám, ez egy úgynevezett ilyen scientific notation, vagy ez a hát normál alaknak is mondhatjuk, hogy 2,2 x 10 a mínusz 308-on. Hát azért az egy nagyon kicsi szám, és látjuk, hogy ez nem ugyanaz, mint ez, mert ez meg egy nagyon nagyon kicsi negatív szám, pontosabban a szám egyenesen negatív irányban nagyon messze van. Ha arra mutatom nektek, na mindegy, értitek. Tehát egy nagyon kicsi szám, ez mínusz 1x7 a 300, mínusz 1,7x10 a 308-on. Jó. Tehát ez egy nagyon nagy szám, csak negatív irányba. Jó, tehát tulajdonképpen ez a két szám között a különbség, mint a két dolog között a különbség, hogy mi a lowest, meg mi a min. Na hát ezt akkor ugye tudjuk használni, én úgy gondolom, a mi kis programunkba, ugyanis látjuk itt, hogy nekünk double érték kell, hát nyilván itt most a hőmérséklet kapcsán azért lehet, hogy mondhatnátok azt, hogy ágyúval lövünk lepkére, és még majdnem azt mondom, hogy egy kicsit joggal is, de hát miért ne használjuk, hogyha van. Most az, hogy milyen értéket adunk a változónknak, az tök mindegy, hogy most 1000 vagy ilyen nagyon kicsi. Úgyhogy akkor használjuk ezt, és akkor itt a minimum értéknek adjuk meg ezt a numeric limits double és a max értéket. Ugye? Tehát az alacsonynak adjuk a maxot. Így van. Jó. Egyébként meg a maxnak meg adjuk meg a lowest értéket. Remélhetőleg. Jó. Na most, amit itt látni kell, hogy nyilván itt vannak olyan dolgok, amik még lehet, hogy nem tanultunk, nem beszéltünk róla. Később fogunk, hogy ezek pontosan mit jelentenek. Egyelőre fogadjuk el, hogy ennek a numeric limits eszköznek a double-ökre értelmezett maximumát, illetve a double-ökre értelmezett legalacsonyabb értékét fogjuk most használni, és ezt adjuk értékül a mi két változónknak. Jó. Tehát próbáljuk ki megint csak, hogy működik-e. A program egyelőre lefordul. Jó, és akkor megint kimásolom ezeket az értékeket. Oké, okay. Hát itt a magas az magas, alul az low. Oké, eddig rendben van. Megnézzük a másik adatsorra is. És arra is rendben van. Jó. Na most alapvetően tényleg mondhatnátok azt, hogy hőmérsékletekre, főleg ilyen skálán nem biztos, hogy szükséges lenne ezt használni. De ez ilyen biztos, ami biztos. Ennél jobbat nem igazán tudunk. Ugye ennél kisebb értéket nem tudunk a double-nek beállítani, meg ennél nagyobbat se. Tehát ami egy double-be már ilyen értelemben nem fér bele, azzal amúgy se nagyon tudnánk mit csinálni. Tehát egy olyan számot, ami nem fér bele a double-be, azzal a double típus kapcsán nem tudunk mit csinálni. Nyilván ott valami más típust kell majd használni. Jó? De mindenképpen ezt meg akartam mutatni, hogy általában így szoktuk ezeket a határokat beállítani. Másik ilyen kis apróság, amire jó lenne, hogyha kicsit úgy beszélnénk. Ugye látjuk most, hogy én itt futtatom a programot, és itt copy-paste-elem nektek az adatsort. Jó, tehát ez egy sima copy-paste. Most megmutatnám nektek egy pillanat türelmet. Már beszéltünk erről érintőlegesen korábban. Na, csak megtalálom. Igen, csak ide másolom nektek, hogy tulajdonképpen ez a két fájl itt van. Tehát itt van ez a lubok február, meg lubok július. Jó, tehát ez két sima text fájl, amit itt most használunk. Na most korábban már használtuk ezt, de most akkor térjünk ki rá, ugyanis Linuxban van lehetőség arra,
hogy ezeket a fájlokat ugye átirányítsuk, pontosabban egy szöveges fájlt, vagy bármilyen fájlt beleirányítsunk egy programba, és akkor tulajdonképpen annyi történik, hogy ezt úgy érzékeli, minthogyha simán csak beadtuk volna a standard inputon keresztül, mint ahogy az előbb is láttam, hogy vagy kézzel beírjuk, vagy így bekopipészték, vagy ilyesmi. Jó? És hogyha ezt megtesszük, akkor látjuk, hogy szépen beolvassa úgymond az inputot, és kiírja tulajdonképpen ezeket az eredményt, amit az előbb is kiírt. Alapvetően ugyanaz történik, mint az imént is, tehát ezt a standard inputos beolvasást használjuk a C-innel. Csak egy kicsit kényelmesebb így, hogy van egy textfájlunk, van egy szöveges fájlunk, és azt beleirányítjuk a programunkba. Na most nyilván, hogyha beirányítani lehet, akkor kiirányítani is. Tehát amit a C-out-ra írunk ki, azt el tudjuk kapni, és át tudjuk irányítani egy textfájlba. Jó, hát ilyenkor a standard outputon nem fog megjelenni, viszont ezt a textfájlt nyilván már meg tudjuk nyitni, és akkor itt lesz nekünk ez az output. Jó, hát szerintem oprendszerekből tanulhatok már hasonlót, itt a more parancssal tudjuk esetleg, more programmal tudjuk kiírni a szöveges fájlunknak a tartalmát, és akkor látjuk itt, hogy tulajdonképpen ugyanazt az eredményt írja ki, csak tényleg így úgymond a bemenetet meg a kimenetet tudjuk így irányítgatni Linuxba ezzel a kacsacsőr operátorral. Jó. Ezt mindenképp meg akartam mutatni, de szerintem ez erről oprendszereken volt szó. Múlt alkalommal nem nagyon tudtunk erről beszélni, hogy ez pontosan mi. Ezzel lezártuk tulajdonképpen az ötödik fejezetet, tehát a hibakezeléses fejezetet. Tényleg ennyi maradt hátra. És egyébként ezzel lezártuk az első ilyen nagy blokkot is. Én ezzel meg is köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.